régóta megfogalmazott lakossági igényként, illetőleg az utóbbi idők történései arra kényszerítettek minket, hogy ne nézzük tovább tétlenül, és védjük meg a lakó- vagy városrészünket. A célunk elsősorban megelőzés, bűnmegelőzés, és a gyermekek átkísérése a Szabadkai úton a reggeli csúcsforgalomban az iskolába és az óvodába. Minden kacskéstelepi lakosra számítunk, de elsősorban az életerős férfiainkra számítunk. Jó néhány esemény történt a városrészünkben. A bolt rácsát fölfeszítették, onnan értéktárgyakat tulajdonítottak el, magánszemélyek udvarára behatolva biciklitűnttel, és bizonyos értéktárgyakat vittek el, különösen az éjszakai órában. Történt olyan is, hogy a nappali órákban kerítés elvágásával, illetőleg fölfeszítésével az udvaron talált értéktárgyakat tulajdonították el. Amikor nem történt megzavarás, akkor behatoltak az épületbe is, és onnan is tűntek el vagyontárgyak. Az utóbbi időben különösen megszaporodott, azelőtt is történt egy-egy, de ilyen gyakorisággal nem. Nagy értékről nem hallottam, de szeretnénk a városrész nyugalmát megőrizni, visszaállítani. Tudni kell ahhoz, hogy egy egyesület megalakulhasson, a jogszabály szerint minimum 10 fő együttes jelenlétében kell annak megalakulását kimondani. Legalább 30 főre számítunk, de inkább több fő előrejelzését kaptuk meg. Kit várunk polgárőrnek, akinek fontos a városrészünk nyugalma, biztonsága, hogy továbbra is nyugodtan, békességben tudjunk egymás mellett élni, közösségben, igazi közösségi ember.